Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk egy újabb Mizsei videóban, Pest Szent Imre bejáratánál. Sajnos a hajnali órákban történt egy siklás, ennek kapcsán jöttem ki, a 35-ös uzsdi aláváltottak, úgy néz ki, én nem vagyok azzal a kompetenciával megáldva, hogy bármiféle ítéletet hozzak, de azt hallottam, hogy eléggé egyszerű és tiszta az ügy, tehát aláváltásról beszélt itt mindenki. Most próbálják visszahelyezni valahogy, ahogy láttam, nem daruzással, hanem tulajdonképpen egyéb emeléses módszerrel szeretnék visszatenni az uzsdit a helyére. Kijött egyébként a Bobócska Ferencvárosból két kocsival, és a munkások aktívan dolgoznak. Nagyon kemény meló, én már itt vagyok két órája, mármint nem az én melóm kemény, az semmi, hogy én itt ácsorgok és videózgatom az eseményeket, az nagyon kemény meló, amit ők művelnek. Precíziós, és hát elég sok logisztikát igényel, úgyhogy nem tudom, hogy kitartok-e a végéig, úgy tűnik, hogy ez még órákig el fog tartani. Meglátom, hogy meddig bírok itt ácsorogni, aztán azt is meglátom, hogy egyáltalán érdemes-e itt ácsorogni, mert lehet, hogy ez az uzsdi csak az esti órákban kerül a helyére, és kerül majd be Kőbánya-Kispestre, illetve onnan tovább gondolom majd István telekre, vagy én nem tudom, mert ugye az uzsdiknak tulajdonképpen szentes a telephelye, de valószínűleg ez most nem fog éppenséggel szentesig menni. Kérdések, ezek mind kérdések, én nem tudok most ezekben semmiféle konkrétumot mondani nektek, sajnálatos az esemény, hogy próbálok nektek minél több, illetve minél érdekesebb jeleneteket videózni erről a sajnálatos eseményről.